Köszönöm szépen, köszöntöm a tisztelt zsűrit. Tehát a második világháború érdi eseményeinek nyomában Kanyó Zsolt vagyok, 11. eosztályba járok, Érden, Ófaluban élek, és hát kisgyermekkoromban, mint nálunk minden rend, jó gyerek, jártuk a határt, erdőt, mezőt, és hát szépen lassan fölfigyeltünk a Hát a lövészárkok, bombatőr, stb. Tehát a világháború nyomaira, melyet az öregek meséivel, történeteivel kiegészítve így hát elkezdtünk összerakni a fejünkben, és engem ez hát huzamosabban elkezdett foglalkoztatni. Ezért belefogtam a kutatásba, Stencinger tanár úr segítségével, és Hát ez egy folyamatban lévő kutatás, tehát most a jelenlegi állapotot fogom bemutatni, ahol jelenleg tart. Ennek a lényege a kutatás, amely a visszaemlékezések és történetek ellentmondásait próbálja a terepbejárásokkal és a terep viszonyaival hát kiegyengetni és végül is hát, hogy, mi, hogy hogy is történt a valós dolgokat bemutatni. Le van még, ide. Nem? Akkor csak valami technikai probléma. Na, szóval, Három fő forrásból ö, dolgozok, és ö, ezek ugye Veresdély Csaba, ö, neves történész, neki az életmunkája Magyarország hadikrónikája, melyben ö, rengeteget ö, külön ö, részben említi az átkelést. Az 1944. december 4-én történt Érdes Adon -té, Adony térségében ö, végrehajtott szovjet partváltás átkelést ö, említi. Pokornyi Ferenc érdi lakos visszemlékezései, valamint a Duna hullámai című szovjet visszaemlékezés, melyben szintén rengeteget mesélnek erről a, a néhai orosz katonák. Először is ért képe a világháború idején. Budapest közeli kis község, itt láthatjuk az 1941-es katonai felmérésen szinte még csak az érdófalusi rész, valamint itt már falu kezdett kialakulni. A vasútvonalak már jelentősek voltak, meg volt már mindhárom állomás, nagyérdi állomás, Érdfelső, érdalsó. Ez a parkvárosi rész, ez 1930-es években kezdett el kialakulni, mikor is Károly Gró felparcálázta a birtokot azzal a, a hát az érdekében, hogy itt egy vikend, a budapestieknek egy ilyen vikend alakít ki, így kezdett el kialakulni ez a parkvárosi rész. Ma az iskola körülbelül itt található. Láthatjuk, hogy ahol ma a lakótelep áll, ez az újfalusi terület, ez ekkor még legelő és szántóval volt borítva. Ugye itt a községháza, ami ma óvoda, ófaluban, a minaret, ezek korabeli felvételek. Tehát egy igazi falusi hangulatban éltek itt az emberek, falu jellege volt már akkor is. És hát itt is egy korabeli és egy mai fényképet összehasonlításképpen látunk. Itt a mai parkváros területén ekkor még szinte semmi, tényleg csak legelők voltak. Ez a mai felső utca, alsó utca, itt az ófajusi templomtorony, a kastély, melyet még fontos megemlíteni, ugyanis a háború alatt ide települt az érdi helyőrség. Híradósok, fényszórósok, stb nek adott otthont ez a helyőrség parancsnokság volt itt érdem, a kastély. Itt a háború előtti, illetve a háború utáni állapotot látjuk. Ez volt népfőiskolától kezdve apátokháza, minden hadikórház, mikor már a szovjetek elvonultak, tehát sok mindent megért, majd 70-ben elbontották sajnos, de ez egy pár fénykép a korabeli érdről. Fontos még megemlíteni, sokan nem tudják, volt a községnek reptere lent a Dunaparton. Itt messzes is megfordultak a világháborúban, csepelvédelmében, ez a Károlyi Fél Reptér 1910 körül létesített sportrepülőtérként működött, valamint a hajóállomás, ami még közlekedés szempontjából fontos, ez lent a téglagyárnál, az Érdófalusi téglagyárnál a Dunaparton volt ez a hajóállomás. És az átláthatóság érdekében valamennyire így átláthatóbb, hogyha időrendben vesszük végig a dolgokat, itt az ért felső állomásról látunk egy korabeli fényképet, ez, a más, ez ugye, a másik pedig, amikor már 1944-ben ugye, ugye, a szovjetek egyre közeledtek, közeledett a front, és szeptemberben megkezdődtek ért községén jelentősebb csapatmozgások, csapatösszevonások, a Duna védelme nagyon fontos volt, ezért is itt igen jelentős mozgások voltak, főleg a vasútállomáson. Ez a, ez a nagyállomáson készült ez a fénykép. Itt átvonuló katonák, láthatók a vasúti kocsi előtt. Nem tudom, mennyire látszik, nem nagyon, de 1944. novemberében és decemberében érden szolgáló magyar és német alakulatok. Ez a 72. német hadtest volt itt a... a a fő erő, melynek kötelékében harcoltak. Fontos megemlíteni a 271. népi gránátos hadosztályt, melynek még a későbbiekben fontos szerepe lesz. Valamint még egy érdekes történet miatt a huszár, az első huszár hadosztály második ezredét. 1944. szeptemberében, mint már mondottam, ugye jelentősebb csapatmozgások és szeptember 22-én ezt a pokornyitól tudjuk meg. Volt az első olyan alkalom, hogy a faluból összeszedték a férfiakat, a legényeket vitték, hogy akkor megkezdjék a parterődítést és a védelmi állások létesítését. Itt egy novemberi térképet látunk, ez német térkép, pirossal jelölik a már megépített védelmi vonalakat, kékkel pedig a még munkálatok alatt és még készülő védelmi állásokat. Ez a csepel sziget, sziget -Szent Miklós, Érd, Bata, itt Ercsi, körülbelül ebben a magasságban. A lényeg, hogy itt az érdi védelem még javában épülő félben van. Ez pedig már egy december elsőjei térkép, szintén német. Itt ugye ez a 72. német hadtest jelzését látjuk. Szagatottan mutatja végig a partszakaszt, ami arra ad feltételezést, hogy ez egy nem összefüggő hosszú védelmi vonal volt, hanem több kisebb rendszerből állt, és ez a legfős félkör, ez az érdi kakukhegy és az érdi vonalnak a védelme. A légvédelmet fontos még, ugyanis a háború hát közepe táján, vége felé, mikor már Csepel igen jelentős bombázások áldozata lett. Ide települt a budapesti, valamint a Csepeli légvédelem kötelékében három üteg a kastély fölötti Kálvária dombra. Ilyen Bofors légvédelmi ágyuk voltak itt. Ennek megtaláltuk nyomait is. Azokról fényképet nem tudtam betenni, de majd lesz a lényeg, hogy megvan. Itt a, a Pokornyi visszemlékezéseiből látjuk az idézetet. Ezek később egészen 56-ig itt volt ez a légvédelmi üteg, majd 56-ban is használták a fiatalok, de ez most itt nem lényeg. Itt láthatunk egy térképet a Kakuk-hegyről, melyet már én készítettem, vagy hát az én jelöléseim látszanak rajta. Itt a visszaemlékezések és történetek alapján bejárt és megtalált védelmi állások helyeit látjuk feltüntetve. Itt a már említett légvédelmi ütegek helyezkedtek el a Kastély fölött. Itt egy lőszerraktár volt, amely ellátta az egész hegyet, az egész hegyvédelmét ellátta munícióval. Ez a nagy sárga karika, itt egy művelés alól kivon terület, ami azóta művelés alól kivan vonva, és rengeteg bombatöltsér, illetve hatalmas nagy gránátjukak látszanak, melyek szintén azt bizonyítják, hogy a lőszerraktár ott volt, és ezt igen hevesen lőtték is a megsemmisítése érdekében. A Battai Sánchegy, vagy hát Érdés Batta közötti Sánchegy, ami ö, fontos lesz még nagyon a későbbiekben, ö, erről csak ennyit ö, kell megjegyezni, hogy ez itt a Kakuk Duna felőli oldalán található, már Batta fele, ez itt már a Battai téglagyár területe, ez az Érdi téglagyár, és ö, a, ennek a hegynek a Duna felőli oldala ilyen ö, omlásos löszfalból áll, ami ö, fontos volt ö, az átkelést illetően, ugyanis a németek tudták, hogy egy ilyen falon az oroszok alig ha tudnak fölmászni, ezért fontos a hegyen található, vagyis hát a hegyre fölvezető vízmosások, völgyek szerepe, amely található egy a sánc egy a battai kávári alatt, plusz ott van még egy kisebb völgy. Ez a három, amely lényeges lesz. És még egy példát, hogy miért is fontos a terepbejárás és a terepismeret. Pokornyitól tudjuk, ez itt a, ugye a gyorma, a pincesor, és itt fönt a Duna felőli oldalon végig német lövészárkokról mesél, melyekben, mikor már az oroszok ideértek érdre, német katonák voltak még fönt a lövészárokba, és hozzájuk a pincébe jártak le vízért. Ugyanis ők ebben a, a pincesori sori borospincében vészelték át a háborút, és azt meséli Pokornyi, hogy hozzájártak le a németek vízér hozzájuk. Ő tíz éves gyerek volt, tehát nagyon fontos ezeket megnézni, mert nem biztos, hogy mindenre helyesen jól emlékszik. És ö, mi tanárúrral nekivágtunk ennek a dzsumbújnak, hogy megtaláljuk a lövészárkokat, megtaláltuk, és találtunk egy levezető járatot, egy árkot, ami levisz a pincék közé, és ö, ez a piros csik jelzi azt az árkot. Lementünk rajta, és pont a Pokornyék pincéje mellett jöttünk ki, ami bizonyítja, hogy ö, erre jól emlékszik, és ezek a terebejárások ö, alátámasztják ezeket a dolgokat. 44. júniusában, nyár közepe táján ö, a Csepel-sziget bombázásából visszatérő, Amerikai repülőgépek a visszavonulás során fölös kilóiktól itt, ebben a térségben szabadultak meg. Rengeteg bombát, ilyen visszavonulás alkalmával elszórt bombát bomba csapódott a nagyállomás környékén és az értbatta közötti hegyen, a Szántókon, erről pokornyisír, és itt az, az amerikai B-17-es Liberátor nevezetű bombázó repülőgép látható. A már említett légvédelem június 20-án kilő egy ilyen bombázó repülőgépet, mely a Dunába zuhan, és ennek igen sok darabját megtalálták ott nálunk Ófaluban, és ezek meg is vannak őrizve és a mai napig mossa ki a lőszereket, bombákat a sóderre, úgyhogy ezzel óvatosan kell bánni. És, szóval ez oda bezuhant, valamint még egy ért fölötti erdőbe, de arra most nem térek ki. Itt látható a, hát nem túl jó minőségű, de a térképen láthatóak a kékkel jelzett, a még Google térképen is látszó bombatöltsérek, amelyeket ugye ezek a bombák okoztak. November 5-én történik egy kisebb affér lent Ófaluban, ugyanis a Csepel-szigetről visszavonuló első huszár hadosztály második ezrede, amit már említettem, három napig tartózkodott a községben, majd továbbindult, és mikor indultak tovább, itt az Ártézik vonalától a Kastély utcájáig, sorakoztak fel négyes sorban, és e, itt az Ártézi kút mögött volt egy kocsma, ez a pálházi féle kocsma, ahol egy huszár tizedesnek meggyűlt a baja a kocsmárossal egy kis e, fizetési galibából, és történt egy kisebb összeütközés, e, majd a kastélyból lejött egy híradós zászlós, hogy ezt a gondot elsimítsa, de a huszár már kisé be is volt, hát már vidám volt, és az ászlós felszólította, hogy adja a fegyverét, ezt a huszár természetesen megtagadta, és egy finom sorozatot lőtt a melkasába, öt golyóval az ászlós kiterült az árokparton, ezt követően a csendőrség elvitte, a huszárt lefegyverezték, és így indultak tovább Baracska irányába. November 25-én történik az első, igazából frontközeli élmény érden. Ez is a Dunán játszódik le, ugyanis ekkor már a Cseppeszigetten tartózkodó második ukrán front eléri a tököli partot, és itt mozgolódik, amelyre fölfigyel a magyar őrnaszád ezred, amely ekkor nagy tétényben állomásozik, és leküldi a Dunán a Debrecen nevezetű őrnaszádot egy PM1 jelzésű páncélozott motorcsónak kíséretében, hogy ellenőrizzék a partszakaszt, és ezek 1624-es folyam kilométernél heves páncéltörő tűzbe keverednek az oroszok felől, tüzet viszonozzák, de sikertelenül a Debrecen fedélzetén kilenc ember meghal, a többinek sikerül megmaradni, és oldalra dőlve bugdácsol le egészen a Kácsás szigetig az őrnaszád, ahol megfeneklik. A PM1 jelzésű motorcsónak pedig az is nagy veszteségekkel, de vissza tud térni nagy téténybe az ezredéhez. A Debrecen legénységét visszahozzák Érdre, ahonnan tehergépkocsival viszik vissza az ezredükhöz téténybe. Majd rá pár órára ezeknek ellenőrzésére leküldik a Kecskemét nevezetű őrnaszádot, amelyet már 1626 folyamkilométernél heves tűz ér, és szintén kénytelen visszafordulni nagy téténybe. Ugye az orosz front közeledik, áttörik a Kárpát-medencét, 44-ben elérnek egészen Budapestig, ahol az Attila vonal túl erősnek bizonyul, ezért az átkarolás tervét kidolgozzák, mi szerint a második ukrán front és a harmadik ukrán front Budapestől délre, a Dunán átkelve délről átkarolja a fővárost, más egységek pedig északról, de erre nem térek ki. Malinowski a második ukrán front parancsnoka, és Tolbuhin a harmadik ukrán front parancsnoka. Itt egy amolyan versengésbe kezdenek, hogy kiér elő Budapesthez, Budapestre. És hát Malinowski úgy dönt, hogy ő a Csepel-szigeten kíséreli meg az átkelést. Ugye itt kétszer is át kell kelni, egyszer a szigetre, majd egyszer a szigetről a nyugati partra, és itt nagyon heves harcok és nagyon sok embervesztesség árán sikerül ezt megtennie. Tolbuhin tőle sokkal délebre, már majdnem a délvidéken sokkal könnyebben át kell, és végül beéri Malinowski-t. Itt látható a második korán front mozgása a Csepel-szigeten, tehát Sziget-Szent Miklós magasságában taksonyról átkelnek a szigetre, ahol fölvonulnak és elkezdik kidolgozni, hogy hol is kelljenek át a nyugati partra a szigetről, és ez az érd adony térség lesz a szakasz, ahol ezt végül megteszik. És uh, itt fontos a harcok a településen. 44. december 3-án a felderítők már átjönnek csónakon érdre, három orosz katona, letapogatják a partszakaszt, nincs elaknásítva. ebből következtetnek arra, hogy a németek nem itt várják az átkelést, hanem jóval dérebre Ercsi térségében. Uh, ezért az oroszok ezt egy nagyon jó helynek vélik, mivel ugye itt a németek nem számíthatnak akkora ö, ö, harcokra, tehát nincsenek is olyan tartalékaik, inkább Ercsiben van ez jelen. Ezért az oroszok végül úgy döntenek, hogy inkább Érd és a térségében kísérelik meg az átkelést, December 4-ről 5-ére virradóan, pontban december 4-én éjjel 23 óra 0 kor elhangzik az átkelést megkezdeni parancs, és az első szakasz, az első hullám el is indul a Dunán. Itt az orosz visszaemlékezések nagyon fontosak. Köd volt, ez december 4-e, tél, hideg, sötét éjszaka, a ködben szépen lassan már, ahogy a csónakok elhagyják a partot, tíz méterre már eltűnnek az orosz katonák, majd a, hirtelen a német ágyuk villanásai törik meg az éjszakát, és felfedezik az első hullámot az átkelés során, amelyet vissza is vernek, de erről majd a következőkben szó lesz. Itt ugye átkelnek, ezt majd kiemelem, Érd Ófalut részlegesen elfoglalják a Molnár utca vonalán az Ártézikutig. Ezt minden öreg emlegeti, hogy Ófalú háromszor cserélt gazdát. Egyszer betörtek az oroszok, majd a németeknek sikerült őket visszaszorítani száz halombattáig, majd az oroszok megint betörtek, a németek tettek még egy kísérletet, de ez már nem sikerült, és december 22-ig az oroszok az egész települést elfoglalták szép karácsonyi ajándék. Az átkelés tehát december 4-én megkezdődik. Itt a, völgy, a már előbb említett völgyekről tettünk, tettem be tökörről készített fényképeket. Ez a sánc alatti vízmosás völgy, ez pedig itt a Battai Kálvária és itt látható a nagyvölgy, valamint a a kávári alatti kisvölgy. Ez a három, ami lényeges az átkelés szempontjából, ugyanis az oroszok úgy döntenek, itt teszik meg az átkelést, mert a németek nem számítanak rá, nincsenek jelentősebb csapatok. Ezen orosz egységek fognak itt harcolni. A második Ukrán Front 46. hadseregének, 23. lövészhadtestének, 316. lövészhadosztályának, 1077. lövészezredének, második ö, lövészászlóája. Érdekesség, ez az 1077-es lövészezred, amelyben Osztjapenko is szolgált, később ugye ebből is lesz egy kis ponyodalom. Ö, tehát ezek az orosz egységek voltak itt az érdi harcok során jelen. Itt a sáncot emeltem ki a térképről. Az első számú völgy a sánc alatt. Itt a megtalált védelmi állások láthatóak. Tehát ennél a hegynél kizárólag a völgyeket védték, mert ezek voltak taktikailag olyan, hát olyan természeti képződmények, ahol az oroszok a hegyre egy roham során föl tudtak mászni. A, írja a visszaemlékezésben, hogy egy 40-60 méter magas partszakaszon kellett fölmászniuk, és a hecsedli vágta őket, és olyan meredeken kellett följönniük, hogy derékszíja volt a géppuska, géppisztoly utánuk kötve, úgy másztak egymás nyakán föl a domboldalba, hegyoldalba. És azon gondolkodtunk, hogy ez hol is lehetett érdés adany között, és csupán két lehetőség jön számításba, vagy ez az érdi hegy, vagy Szászhalombatán a Mária Háza major alatt, a mai finomító területe alatt található hát magas part. És ez volt egy nagy gond, hogy akkor most melyik. Mert az érdiek szerint itt volt az átkelés, a battaiak szerint csak ott lent a, a, a csónakháznál, Ercsinél pedig. Ugye mindenki azt mondja, hogy ott volt a nagy harc, ott volt a nagy átkelés, tehát ez igen nagy bonyodalmakat okozott. De láthatjuk, hogy a völgyeknek a védelme milyen jó ki van alakítva, de hát végül nem jött össze ennek a, a megvédése, de megtaláltuk mindegyik völgyvédelmi állást. Ami még fontos kiemelni, ez a kis sárga négyzet, ez az átkeléstől nem messze, a parttól nem messze található. Erre majd még kitérek. Itt a 41-es katonai felmérésen látjuk a Sánchegyet, itt a Battai Téglagyár, és a Tököli, Partszakasz. Ez az orosz térkép 44-ből, amelyen az átkelést részletezik. Kilenc átkelési pontot terveztek meg érdadony között. Itt a térkép ercsitől éjszakra, de értől jóval délebre mutatja az átkelést. Tehát itt megint zavar jön a képbe, és megint ezt meg kell vizsgálni, hogy akkor most hogy is történt. Ez a, a, völgyről a kép, tehát ezen könnyedén föl tudtak jönni az orosz katonák a hegyre. Ez a Kálvária domb alatti nagyvölgyből. Itt a Battai téglagyáról látunk korabeli, illetve mai felvételt. Ez a, a Kálváriáról a Duna, ez ugye a téli látkép. És euh, itt vannak a fényképek, ez a sánc végében található lövészárkok euh, maradványait mutatja, ez pedig a másik völgyvédelmi euh, állásnak, a lövészárka, ami itt a képen nem nagyon látszik, de nagyjából kivehető, hogy itt húzódik a lövészárok. Tehát ezeket megtaláltuk, beazonosítottuk, és a visszaemlékezésekkel, történetekkel összevetve stimmelnek. Itt a már általam készített térkép az átkelésről. Ide tettem mellé a másikat, hogyha a nyilaktól nem látszana rendesen. Tehát az érdi magaspart alatt, itt a Sánchegy alatt találtunk olyan tárgyi bizonyítékokat, melyek Egyenesen azt bizonyítják, hogy itt volt harci cselekmény, és ez csak és kizárólag az átkelés következtében kialakuló harcok lehettek. És az új feltételezésem, mi miszerint nem csak érdnél és nem csak battánál, és vajon melyiknél történt az átkelés, hanem mindkettő. Mind érdnél, mind a battai finomítónál keltek át csapatok. A battai, a batta szélén található két magaslatot elfoglalták, és így ki tudták alakítani a hídfőt, melyben már ki tudtak bontakozni. Ugyanis a visszaemlékezések írják, hogy a bent törtek előre az átkelést követően. És hogyha itt partra szálltak, akkor már mi a manóért mennének vissza a bent a völgyéhez? Hát nem másért, mint hogyha a battai csapatok és az érdi csapatok találkozzanak, és így tényleg egy hatásos és hát már később kibontakozni tudó hídfőt kialakítsanak. Az orosz írja visszaemlékezésben 4 km széles és három km mély volt ez a hídfő. A Két hegy közötti távolság meglepő módon pont 4 km, és a, a visszaemlékezések szerint a battai vasútállomásig, nyomultak előre először a csapatok, annak a mélysége pedig 3 km van a Dunaparttól, tehát ez egy elképzelhető feltételezés. És hogyha a két magaslatot elfoglalják, akkor középen ezen a lapos parton, ahol egyébként komp is található, a páncélosokat könnyedén át tudják hozni. Ugyanis a Dunántúlon hatalmas páncélos ütközetek történtek, melyekhez a második Ukrán Front itt hozta át egységeit. A sárga nyilak a páncélosok mozgását jelöli. Itt vannak a tárgyi bizonyítékok, melyet a hegy alatt találtunk Érdnél, itt ezek a, a szovjet nehéz puskának a lövedékei, ebből majdnem 30-at találtunk, vagy még többet a part alatt összesen. Rengeteg sok Mauser, ugye a német Mauser, illetve Mannlichereknek a lőszereit, hüvejeit, és szovjet PPS-41-es géppisztolynak a 9mm-es lövedékeit találtuk meg. Ezek mind harci cselekményre adnak egyértelmű bizonyítékok. Rengeteg bomba és gránátrepeszt találtunk. Ezt egymástól három méterre találtuk meg a tanárúrral, és ott jobban látszott, de a kép is nagyjából visszaadja, hogy ezeket tök, majdnem tökéletesen össze tudtuk illeszteni. És a sárga kis négyzet, amit említettem, az nem más, mint egy bunkernek is mondhatjuk, vagy parancsnoki szállás, kinek hogy tetszik. Ezt ott a lövészárkok ölelésében találtuk meg a löszfalba vájva. Borospincének kicsi, viszont másra meg mi másra használhatták, úgyhogy az volt a feltételezésünk, hogy itt ez lehetett a parancsnoki szállás, vagy valamilyen fedezék. Itt Látható a bejárat, nehezen közelíthető meg a hecsedli miatt, és belülről pedig ez látszik. Ilyen hosszú ecetfák voltak bedobálva, melyekben kettesével szögek ütve, erre majd mindjárt kitérek. Ilyen fekete égetett fal a belső, ami ugye a boros pincékre jellemző és már jól megszokott, ez a termeszek ellen, véd leginkább, és az elő oldalban látható ilyen boltozatnak, vagy valami előfalnak falnak a maradványa, ez is körbeégetve, valami boltozat lehetett itt fából csinálva. Ezek tehát, amiket már mondtam, ezek lehettek Amik alkották ezt a boltozatot. Ez pedig közvetlen a fedezék előtt, vagy hát a, a bunker előtti, hát földfedezék, ami félkörívben védte a bejáratot. Itt látható, tehát ez a. A fedezék, ahova kitelepülhettek akár a híradó, a rádiósok, tehát ez volt itt az élettér, a bunker meg maga a szállás lehetett, és ebben az omlásban találtunk ugyanolyan ö, egyenes ecetfákat, mint amelyek bent voltak a bunkeren belül. Ö, ezek azt feltételeztetik, hogy vagy valami előtető lehetett, vagy ö, ez a fedezék volt oldalt a már első világháborúban megismert hát ilyen deszkás, gajas kitámasztás, hogy az eső meg a szél ne mossa le, ne borogassa be ennek a falát. Tehát itt több időre terveztek itt maradni a katonák. A Ófaluba azt rebesgették mindig, hogy itt fönt ebben a, ezekben az állásokban német katonák állomásoztak, de az ott talált tárgyi bizonyítékok épp az ellenkezőjét mutatják. Ugye ez a, a második világháborús gyalogsági kulacs, Gera András neve belevésve, ezt ennek a fedezéknek az oldalában egy fatövében találtuk meg, ez pedig egy alumínium ötpengős, ezt a bunkeren belül a homok omlásban láttuk meg. Ezen felül találtunk még horti zubbonygombokat, ugye legénységi zubbonygomb, amelyek egyértelműen azt bizonyítják, hogy itt magyar katonák tevékenykedtek. És itt összegzésképpen, a, tehát hogy mit is találtunk meg eddig a terepbejárások során, a völgyek védelme az átkelés szempontjából, a, a hegyvédelme mind itt a lövészárkok, mind pedig itt a bányában található lövészárkok, a, a lőszerraktárak, amik ellátták a hegyet a, a lőszerrel, és a légvédelem, melynek egyébként külön lőszerraktára volt. Tehát ez az, amit eddig a terepbejárással be tudtunk bizonyítani. Köszönöm a figyelmet!